Sziasztok, Enikő vagyok, és meghoztam az újabb Shein Hault, igazából most egy kicsit belekombináltam a Primarkot is, az is egy kicsit megosztó az emberekkel, emberekben, mert sokan azt mondják, hogy nem rendelik, vagy gagyi minőség, aláírom, hogy a Primarkba tényleg ki lehet fogni egy olyan választékot, hogy nem találsz semmit, vagy rossz minőséget. Én ritkábban szoktam menni, akkor inkább nagyobb, több dolgot szoktam bevásárolni. Most pont jól kikaptam egy szériát, mert már az őszi és téli cuccok voltak, úgyhogy így könnyebben tudtam választani, és sokkal több minden volt, nem ez az átlagos vagy nyári futós dolgok voltak. Színben, mint láthatjátok, de majd megmutatom részletesebben is. Ezt a bézses, natúros színeket választottam, nagyon passzol mindenhez, mert tényleg most ez az ősz és a tél slágere. Úgyhogy meg fogom mutatni a sínes dolgokat is, hogy mit mennyire vettem, azt pontosan látom a telefonomban. A Primarkosokat már régebben vettem, úgyhogy arról nagyjából tudom, hogy mi mennyibe került, de hasonló árértékben vannak, mint a sínes cuccok. No, ugye a Shein-ről már beszéltem az előző videómban, hogy milyen tematika szerint működik, hogy lehet rendelni, milyen árban, milyen minőség és hogy hogyan lehet választani. Most ugye megtörtént az, hogy újból rendeltem, és megmutatom, hogy miket. Hát itt látható a sínes és a Primarkos cuccok. Igazából most tényleg őszi színeket választottam, nagyon divat most ez a barna, bézs, töltfehér színkombináció. Én is nagyon szeretem őket, mindenhez jó, mindennel lehet kombinálni. No, közben így megmutatom felülről is. Ez egy Primarkos 8 eurós kis pulcsi. Nagyon jó, nagyon meleg, és tényleg farmárhoz is bármihez fel lehet venni. Van itt egy kedvenc kis mellényem. Ezt igazából így a teremben is szoktam munka közben fölvenni, hogy ne fázzak, és ő mégis feldobja a szettemet. Mikor még nem voltak ezek a nagy hidegek, fel tudtam venni póló fölé is. Itt vannak ilyen szoknyák. Na, ez a tipikus latexos anyag, bézs bőrszoknya lényegében. Most így kicsit meg van gyűrődve, már még nem is húztam ki őket, csak így a csomagból kivettem őket. Nagyon jó. Lehet, hogy kamerán nem is adja vissza ezt a szép színét, ilyen latte színű, de nagyon jó. Fel lehet dobni igazából sportcipővel is. Nagyon szeretem. No, akkor van egy ilyen nadrág szoknya szerűségem. Ezt is nagyon szeretem, elegáns, de fel lehet menni hosszú csizmával, sportcipővel is, bakancsal. Tényleg nagyon tetszett, és nem is akartam otthagyni. Van itt egy jó kis fehér oversize ingem, ami tényleg mindenhez megy, bőrnadrág, ruhaként is fel tudod venni. Sportcipővel elegánsan, ahogy kombinálod. Van egy nagy kedvencem, ez is nagyon jó, ez is sínás. Van itt még edzőruha, kis lépőkék, óra, sál, sapka, de mindent megmutatok egyesével is, hogy milyen minőség, mennyiért vettem, és pontosan, hogy most Primark vagy Shein, de tényleg megmutatok mindent, úgyhogy ők lennének az őszi szettek. Nos, akkor itt láthatjátok ezt a lépőt is. Nagyon kis elegáns. Én 39-eset rendeltem, igazából ekkora alábméretem, és teljesen jó. Nagyon kis helyes ezzel a csattal, kis elegáns darab, fel lehet venni farmerhez, blazerhez, ruhához, vagy csak éppen egy sportosabb szettet fel lehet dobni, hogy farmer és egy sima póló, vagy az oversize póló és bőrnadrág. Tényleg nagyon jó, főleg így ősszel egy darab feldobására tökéletes. Így is láthatjátok, hogy milyen. Én szerintem teljesen jó a kivitelezése, ha jól tudom 10-12 euró volt, de megmutatom majd pontosan a telefonomról, és kirakom nektek kisképbe, hogy mennyi is volt. Óriás kiegészítő vásárló vagyok, nagyon szeretem őket, nagyon szeretem a táskákat, nagyon szeretem variálni is, úgyhogy rendeltem egy ilyen kis táskát. Nagyon kis helyes, tényleg. Keresztbe lehet hordani, lehet állítani a szárát. A minőségei szerintem az átlagnál jobb, tehát én nem ilyenre számítottam. Nagyon masszív, jó ez a kis csatja, belül van egy cipzáros és egy két részre bontott terület, ahova lehet pakolni. Lehet, van hozzá még egy lánc is. Ő lenne az.
ezt is hozzá lehet rakni. Én még nem próbáltam ki így, de ezzel is nagyon jól néz ki. A következő táska, hát ezt igazából a pántja miatt vettem meg, mert borzasztóan tetszik, ami ez a vastag mintázott pánt. Így tényleg még jó, hogy ezeket a színeket viselem most is. Nagyon passzol egy ilyen szethez, de feketét is fel lehet vele dobni. Tetszik ez a minta is. Ez azt mondom, hogy a táska része, ez a fehér műből rész, egy kicsit gagyibb, de ettől függetlenül én nagyon szeretem és nagyon jól néz ki. Képben láthatjátok, hogy hogy néz ki a szettem, ha ezt tényleg feldobja. A csatja is jól működik, itt is egy cipzáros rész van és két részre bontott, ez is mint a fekete. Úgyhogy abszolút meg vagyok vele elégedve. Ennek is persze állítható a pántja, nagyon kis csini. No. Rendeltem a páromnak sálat, nem tudtam abszolút, hogy milyen lesz minőségben, stb. Vagy rövid lesz, vagy összevarrott, a képek alapján nem jöttünk teljesen rá, meg van olyan, hogy azt gondoljuk, hogy olyan lesz mind a képen, de nyilván van, hogy nem mindig olyan, bár én most a mostani rendelésemmel abszolút 100%-osan meg vagyok elégedve. Mondtam az előző videóban, hogy nem van olyan, amikor ki lehet fogni, hogy nem olyan lesz, de most ez nekem nagyon-nagyon pozitív csalódás volt. Ennek a sálnak borzasztóan jó anyaga van, sajnos ezt így nem tudom átadni nektek és megmutatni, de nagyon-nagyon puha a mosást, illetve nem tudom, hogy ezek hogy bírják, de ki fogom próbálni igazából, és akkor azt is el tudom majd mondani. Fülbevalók. Nagyon szeretem a fülbevalókat, ez is egy sínes fülbevaló. Már egy-kettő hiányzik belőle, ha jól tudom, majd megnézem a telefonomat pontosan, hogy hány darabot rendeltem. Nem gondoltam volna, hogy ennyire sok fog jönni. Nagyon jók, tényleg gyöngyös, aranyozott, kispörty, karika fülbevalók, minden van benne, háromszög is. Nekem ez személy szerint nagy kedvenc, mert én imádom a kiegészítőket, meg a bizsukat is, úgyhogy ezt én tudom ajánlani, és nagyon-nagyon-nagyon megérte. Na, elővettem a telefonomat, hogy megnézzem, hogy pontosan mennyibe került. Mindjárt meg is nézem. No, megnézem az előző rendelésemet. Ugye a táska, amiről beszéltem, az 10,20 € volt, mert lejöttek belőle kuponok. Ti, ahogy látjátok, hogy ki van fotózva, screenshotban, ott a teljes árat látjátok, mert nekem már elég sok kuponom van, meg igazából mindig vannak akciók, és nekem az már le van vonva belőle. A sál az 3,40 € volt, és a fekete táska is 12,40 €, a cipő 13,80 € volt, és a fülbevalóknál vagyok, 18 pár fülbevaló, amiről az imént beszéltem, 3,20 € volt. Tényleg nagyon megéri, és tudjátok ezt kombinálni, vagy választani esetleg ezüstben is. Sajnálom, hogy ezüstben nem rendeltem, mert ezüstöt is sokat hordok. Órák rendeltem, órákat is, ezeket is tényleg azért, mert szeretem kombinálni a szetteket, és nem eltérően öltözködni, hogy arany ezüstöt kombinálva. Igaz, nem egy Rolex, de megteszi így is. Ez egy ilyen arany Casio-ra hajazó óra, ez pedig ugyanaz ezüstbe, és marha jó, mert digitális. Elindítottam az ezüstöt, de még nem vettem fel őket, le akartam mindenképp videózni, mert nem rég jöttek. Úgyhogy megmutatom majd kisképben, hogy ezt hol találjátok, és milyen. Rendeltem szemüvegeket. Na, a szemüvegeknél például tökre meglepődtem, mert tokkal együtt érkezett, amire abszolút nem számítottam. Ezen felül még volt benne egy tördő is. Ez a szemüveg is nagyon tetszik, tényleg ezt is mindenhol láthatjátok, ezt a típust. Itt tetszett nagyon ez az arany mintázás mindkét oldalon. És ilyen. Rendeltem még harisnyát, ezt még igazából így nem szedtem szét, még a papír is benne van. Ez a tipikus, igazából mindenhez is jó harisnya.
Nagyon szeretek rendelgetni a harisnyákat, nem szoktam arra borzasztóan, hogy sokat költeni, mert általában mindig kiszabom, elakad, stb. Stb. Úgyhogy pár euróért szoktam menni többet. A Primarkba is szoktam ezeket venni, talán még itt a sínen olcsóbb is volt. Rendeltem egy kalapot is. Van hozzá egy ilyen pántika is, ez is az arany, fekete és barna színkombináció. Le is lehet venni, meg lehet szorosabbra is húzni, és ilyen a kalap. Ez is az őszi szettet feldobja. Nagyon szeretem, hogyha megyünk esetleg valami őszi eseményre, ez is tényleg kicsit megváltoztatja a szett összhatását. Na, nagyon szeretem az ingeket, főleg ezeket az oversize ingeket. Nincs kivasalva előre, sajnálom mindenkinek. Szeretem az oversize-okat, meg vannak nyilván elegánsabbak vagy feszülősebbek, amiket be lehet tűrni nadrágba. Én ezeket azért szeretem, mert nagyon jó bőrnadrághoz, farmerhoz fel tudod venni kis cipővel, amit például az előbb bemutattam, sportcipővel, bakancsal, csizmával, magas sarkúval. És ezt is, ha jól tudom, amúgy 7 euróért vettem. Nagyon jó az anyaga is, a gombozása, hogy ez a rejtett gombok vannak beleépítve, tetszett az ujja is. Én ebből 38-asat vettem, hogy minél oversize-abb legyen, mert ilyen 6-osat szoktam nagyjából venni. Elől egy nagyon picit rövidebb, hátul hosszabb. Tényleg ez is nagyon jó szett. Igyekszem bevágni ezt is képen, hogy hogy néz ki. Na, mondjuk ez nem egy szoknya, ez egy nadrág, ez egy Primarkos 10 eurós nadrág. Ez is nagyon nagy kedvenc, mindenhol kerestem ezt a mintázatot. Nagyon szeretem ezt a fajta anyagot. Nagyon jó kis szívzár van beleépítve. Én ebből 36-osat vettem a Primarkban. Van benne, van hozzá zsep is. Ezt is szeretem igazából fölvenni sportcipővel, bakancsal, elegánsabban, sportosabban. Ezt is tök jól lehet kombinálni, a színek miatt lehet hozzá feketét, fehéret, bézset, barnát venni. Én nagy színvilágokat így nem szeretem annyira, mint láthatjátok az előző videómban, meg itt is. Egyedül az edzős cuccaim szoktak színesek lenni, annyira öltözködni én nem szeretek nagyon színesen. Itt van egy sínes szoknya, ezt még egy kicsit ki kell nyújtani már, ahogy benne volt a zacskóba megnyomódott. Ez a tipikus latex anyag igazából, ez olyan, ami erre számítottam. Van benne itt is címke, ebből én M-esért rendeltem, még ilyen szép sínes cetli is van benne. Még ezt nem vettem föl, de ezt is ugyanúgy lehet kombinálni mindennel. Egy új nagy kedvencem, ezt a Primarkba vettem, ez az ősz nagy slágere, és tényleg rohangálós kabátnak vettem. Egy steppelt kabátot, ugye most tudjuk, hogy ez a steppelt kabát nagyon divatos. Ez is egy ilyen oversize kabát, itt a képen láthatjátok, hogy néz ki így felvéve. Én ezt tényleg tudom ajánlani az miatt is, hogy 30 euró volt, ha jól emlékszem, és fel lehet venni sportcipőhöz, edzőszúthoz, farmerhoz, bakancshoz is. Nyilván az elegánstól egy kicsit azért távol áll, de jól lehet kombinálni. Tényleg nagyon szeretem, nagyon divatos, és ez a szürkésbézses szín, ez most nagyon passzolt, feketében is volt, de rengeteg fekete kabátom van, úgyhogy erre esett a választásom. Bele is bújtam ebbe a sínes szedbe, Primarkos mellénye, ez egy one size-os Primarkos 10 eurós kis mellényke, nagyon szeretem, feldobja az edzőcuccaimat. A múltkor ezt egy ink felé is fölvettem, nagyon jól mutatott. Megmutatom majd képen is, hogy néz ki ez a szett. Anyagát tekintve ugyanez a tipikus edzős anyag, annyi, hogy ez nem annyira stretches, mint én is gondoltam. Egy M-es méretet vettem, de combnál nekem egy kicsit, ahogy fölvettem, feszült. Ettől függetlenül, hogy most már így rajtam van, sokkal kényelmesebb, lehet, hogy az anyag is engedni fog. Ugye még ezt nem próbáltam, tehát hogy erről még úgy nincs tapasztalatom. De mint minőség, szín és hogy hogyan néz ki a fotón és milyen a valóság, az tökre passzol. Van itt is az új részén egy ilyen új tartó, benyúlható rész.
Ez a tipikus, hosszított derekú nadrág és rövidített felső. Ez most ugye nagy divat, most már jó pár éve. Nagyon sok színben lehetett rendelni, én most őszre mindenképp akartam egy ilyen barnás variációt. Ez egy jó választás volt, remélem az edzéseket is bírni fogja, és a mosás. Igyekeztem szemléltetni veletek a ruhákat, majd a videó végén lesz egy ilyen bevágás, hogy melyik ruhát pontosan hol vettem és mennyiért. Próbáltam így szedbe rakni őket, hogy átlássátok, hogy hogyan is néz ki, hogyha esetleg tényleg fel is veszem, mert nem mindig adja úgy vissza, hogy így a kezembe fogom. Még azt szeretem a sínbe például, hogy mondjuk a táskákat is egy ilyen tök szép anyagba küldték ki, hogy esetleg, hogyha otthon szeretnéd elrakni, félrerakni és ne sérüljön, akkor vissza lehet benne rakni. A cipő az rendes cipődobozba érkezett, és még tényleg az jó a sínbe, hogy tényleg most is 2 héten belül megjött a csomagom. Ha jól tudom, szeptember 29-én rendeltem, és október 11-e körül érkezett a csomagom. 14-re írták a határidőt, tehát megint azelőtt megjött pár nappal. Még az a jó pluszba a sánybe, hogy sokan kérdezitek, hogy egybe érkezik, külön érkezik, hogy érkezik, hogyha ennyi dolgot rendelünk. Minden egybe érkezik egy nagy csomagba. Én tökre meg vagyok vele elégedve. Most a karácsonyi szettekig szerintem annyira sok mindent nem rendelek, de hogyha összegyűlik jó pár cucc, akkor azt is meg akarom majd nektek mutatni. Főleg karácsonyi ilyen pizsamát akarok rendelni, meg még nem is tudom, fehér nemüket, karácsonyi ronda pulcsikat, amit igazából mindenki sérelmez, de ugyanúgy felveszi mindenki, hát én is fel fogom menni, nekem speciál nagyon tetszik, és óriási karácsonyi imádó vagyok, úgyhogy nekem ez nagy kedvenc lesz majd a következő részben. Még visszatérve itt a cuccokra, így láthatjátok, hogy mit csinálok. Itt vannak a rendelések, hogy miből mennyi jött le, és tényleg mennyit lehet ezért fizetni. Van egy-kettő dolog, amit nem is mutattam, például ez a pántlika, amit én is itthonra vettem, tökre jó plüssös anyaga van. Ezt így sminkeléshez vettem, vagy asztisztításhoz, hogy a hajam ne legyen krémes. Szerintem minden részt így bemutattam, még van talán ilyen pénztárca tartó, amit láthattok. Ezt a kis táskáimba vettem, mert a nagy pénztárcám nem fér bele. Én nagyon szeretem. Itt az edzőcucc is, és tényleg az, hogy mindent bemutattam. Ha tetszett a videóm, nyomjatok egy lájkot, ha kérdésetek van, tegyétek fel kommentben. Ha meg szeretnétek még ilyen videókat, írjátok meg ezt is kommentben, hogy milyen termékekre lennétek kíváncsiak, otthoniakra, kiegészítőkre, vagy inkább ruhákra. Igyekszem tényleg minden üzenetre válaszolni, van, hogy egyből sikerül, van, hogy pár nap vagy egy héten belül, de mindig válaszolok, és köszönöm a figyelmeteket, és remélem, hogy segítségetekre voltam ezzel a videóval. Sziasztok!